facts never miss. She inspires me. Juhu, ebédidő! Ebéd, 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 ebéd. Szevasz, Medi! Cső, Repike! Várjunk, minek hívtál engem? Hát Repikének! Értem. Rövid fekete hajad van? Nem. Állandóan lila ruha van rajtad? Az kéne még! Így is nehezen vakarom le a fnafonokat magamról. És van két szép nagy dékos rasztisid? Mit meg nem adnék egy olyanért? Akkor többet nem Repikének hívni, vagy kitépem a léped és felnyomom a kloakádba. Seggembe? Mi? Mármint úgy érted, hogy felnyomod a seggembe. Hogy hova? Mindegy. És amúgy miért sörözöl már megint ebédidőben? Full alkoholista leszel a végén. Aj, de utálom ezt hallgatni, hogy a sok sörtől alkoholista lesz az ember. Miért nem az lesz? Dehogy nem, csak unom hallgatni. Egyáltalán miért iszol ennyi sört? Tök egyszerű, fogyókúrázok. Mi? Olvastam, hogy 3 sör egyenértékű egy ebéddel. Jó, de akkor miért van nála 4 sör? Mert szeretek ebéd mellé meginni még egy jó sört. Akkor látom, már kiürült az egyik dobozod. Újj meg a hűtőt, hozzak neked egyet. Azt mit kezdjek 2 üres dobozzal? És még én vagyok a gyújtyú!